Folytatjuk a keddi sztereót, és a vendégem, Tapodi Katalin a Kossuth Művelési Központ intézményvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióadás hallgató. Hosszú hétvégéhez közeledünk, március 15-e lesz, és a Művelősi Központ sok programmal kapcsolódik március 15-éhez, és ha jól tudom, már pénteken elkezdődnek a programok kiállítással, illetve táncházzal, de Katalin tud nekem ebben segíteni, hogy pontosan milyen programok is lesznek a hétvégén. Igen, hát a március 15-e ugye a dobos sajátosságából adódóan mindig a mi meg a kabinetiroda feladatunk. Nyilván ugye, úgy, ahogy a város részek között eloszlanak a különböző országos vagy nemzeti ünnepeket méltán ünneplő programok, ezért a március 15-e nagyon régen a nagyon régen a miénk. Nyilván ez indult még 89-ből, amikor Csontos úr vezetésével elindult az első ötlet, hogy a Kossuth legyen egy ilyen sétálós menet Dabason keresztül. Nyilván azóta eltelt egy csomó év, meg sok minden átrendeződött, de azóta a Kossutház, mint galéria működik, és most már hosszú évek óta ugye mi gondozásunkban van, ezért aztán uh, egy időben kitaláltuk, hogy az óvodás rajzpályázattal lehetne színesíteni ezt a dolgot, és most uh, a sajátos helyzetet tekintett, hogy nem tudjuk, hogy a jégpálya hogy alakul, meg sok minden hogy alakul, most egy pici szétbontottuk, és pénteken négy órakor az óvodás pályázat megnyitójával, díjak átadásával, a gyerekek köszöntésével indulna a ünnepségsorozat, mondhatjuk akkor így, pénteken négy órakor. A, ennek a témája az értékvédelem, mert hogy ugye a Dabasváros a 2022-es évet az értékvédelem évének ö, nyilvánította, ezért nem adtak most az óvodai rajzpályázatra, a Sárióban ők szervezik ebben az évben, nem adtak külön külön címet, hanem az értékvédelemhez kapcsolódóan várták a gyerekek alkotásait. Igazán még én se láttam, hiszen csütörtökön kerülnek fel a falakra a kolléganőim segítségével, és aztán pénteken ugye ott ünnepeljük egy kicsit az óvodásokat, nyilván elhelyezik a kis zászlóikat, és az egésznek van egyfajta ilyen ünnep előestéje, vagy ünnep előtti hangulata. Biztos érdekes lesz akkor a kiállítás, mert már érdekes lesz megnézni, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésre, vagy mi jut nekik egyáltalán eszükbe, hogy ezt, van, ezt a szót van. Igen, és hát azért, azért ugye, ha most már itt március 15-höz kapcsolódóan ugye ebbe az évben elindul a Petőfi klubok, vagy a Petőfi év, vagy Petőfi 200, igazán ugye, hát ha március 15-ről beszélünk, akkor Kossuth Petőfi neve elkerülhetetlen, vagy nem, nem beszélhetünk róla nélkülük, és azért ö, ezek a gyerekek először találkoznak talán az, hogy Kossuth ház, meg hogy ez nekünk milyen helyi érték, mit jelent, vagy mit jelent a Kossuth művelődési központ, vagy ha tovább jövünk, majd a Kossuth szobort útba szoktuk ejteni, vagy a, vagy a szabadságfája a református templomba, a Kossuth mondom, ha ebben az évben nem lesz ez a vonulásos menet, ö, 14-én akkor lesz a városi központi ünnepség, hogyha hívhatjuk így, de, de nyilván ezeket nem, nem akarjuk mi kizárni a dologból, csak azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden évben kell lesz a végig sétáljuk a félvárost menetet, hanem pici frissítés, pici újítás, mint ahogy volt olyan név, hogy volt fákes, felvonulás volt olyan név, hogy este kivonultunk még a Kossuth sírhoz a régi temetőbe, tehát az állomáson túra most közelebb van, ez is tervbe volt, de most, most ebbe az évben még nem, majd, majd, mindig, mindig valamit változtatunk rajta. Azt gondolom, hogy egy picit megújítani önmagunkat, az nem azt jelenti, hogy, hogy ugyanazok az értékek nem ugya, olyan súlypontosak, mint ahogy pénteken este kapcsolni tudunk a rendezvényhez egy táncházat, amit mondhatnánk azt is, hogy nem biztos, hogy beleillik, szerintem nagyon beleillik, mert március 15 az a fiataloknak egyfajta ünnepe, és azért ott a márciusi éfiak meghatározó szerepe fontos volt. Ezért aztán ez a, ez a Petőfi évhez való kapcsolódás is egy pillanatig kérdéses volt. Igazán országgyűlési képviselőkön keresztül indult ez a, a folyamat, és mi is így kapcsolódtunk bele, hogy Páncia Károly szerette volna, hogyha mi benne vagyunk. 88 magyarországi település vagy intézmény, és 12 külhoni vesz benne részt, és 11-én pénteken a Kásler Miklós miniszter úr fogja bejelenteni a Petőfi 200-as év indulásának, a, tehát az lesz az ő bejelentése, meg sajtótájékoztatója lesz a indítása az évnek, és ez rengeteg további programokat fog érinteni. Nekem egyébként személy szerint, ha ezt elmondhatom, azért kedves a dolog, így bele is gondoltam igazán, hogy én 50 évvel ezelőtt, amikor Petőfi 150 éve született, akkor, akkor én harmadikos gimnazista voltam, és én kiskörösi vagyok. Tehát kiskörösen egy Petőfi kultusz az ugyanolyan meghatározó volt, mint mondjuk nálunk Dabasol a kosút és hát azért ezt mi olyan szinten éltük végig 17 évesen, mintha márciusi ifjak lennénk, úgyhogy ez nekem nagyon emlékezetes dolog volt, és, és ha most visszagondolok rá, arra kevésbé szívesen, hogy 50 év telt el azóta, de, de arra igen, hogy olyan nagyszerű kezdeményezések voltak, mint a szóljatok szép szavak irodalmi színpadok vetélkedője. Hát az idősebbek ezekre emlékeznek, azok akkor nagyon, nagyon nagy események voltak. Én a, a Inácsiakkal, a Kovács Gézával, Lapumarival, ott találkoztam először, akkor ők még szegedi egyetemisták voltak, és mint a szegedi egyetemi színpad tagjaival találkoztam ott, én 17 évesen velük, én meg vezettem, vagy műsort konferáltam, meg hát mindenben ott voltam, nyilván már akkor is ilyen kultúra közelébe lévő, színházvers közelébe lévő ember voltam. És én azt gondolom, hogy ez egy jó, hogy mi ebbe becsatlakoztunk. Nyilván miután a Petőfi év nem csak, a, nem csak Petőfi Sándorról szól, hanem az egész reformkorról, meg szól a, a márciusi eseményekről, és hát a reformkorhoz kapcsolódóan azért nekünk van keresni valunk a a kúriáinkkal, a reformkori hagyományainkkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a helyünk a, a dologban, és nyilván meg is fogjuk találni azokat a pontokat, ahol mi ebbe be tudunk kapcsolódni. Egyébként ez egy érdekes felvetés, amit említett. És az jutott eszembe, hogy ugye akkor, hogy jól értem, én nem emlékszek rá, 150 évvel ezelőtt is akkor ünnepelték a 150. évfordulót, Igen. most ugye a 200. fogjuk ünnepelni. Nyilván más lesz az ünnep, hiszen 50 évvel ezelőtt ugye nem volt még ilyen intenzív élet. Itt most erre gondolok, hogy közösségi média is az már ugye bele fog kapcsolódni valószínűleg ebbe a 200-as évfordulóba. Mennyivel lesz más ez az ünnep, illetve Vajon meg tudjuk még azokat az ünnepeket, azokat a hagyományokat őrizni így 50 év elteltével is, ami esetleg mondjuk a 150. évfordulón összehozta akkor a fiatalokat? Tehát van még olyan fajta ünneplése ennek az évfordulónak, mint mondjuk mikor még nem volt ennyire intenzív közösségi életünk? A közösségi Szerintem, igen. Szerintem igen. Szerintem még nyilván változott, hát természetes, hogy változott, mert akkor az, hogy ott a az országos, szóljatok szép szavak címezető irodalmi színpadok országos találkozója meg versenye zajlott, az akkor olyan volt, amit nem, nem nagyon közvetített más média, az ott, ott helyben helybe történt, viszont 450 ember ott ült, és tudom, hogy hogy mindig tátház volt, sőt, be se fértünk, és aztán ennek volt egy speciális éve, ez a Petőfi 150, amikor szóljatok szép szavak Petőfi Sándorról volt. De ha most arra gondolok, hogy előtte egy vagy két évvel a Magyar Rádió ott vette föl a Kiskörösi Tiszti Klubba a Petőfi Emlékműsort, amin mondjuk, ha most elsorolom, hogy Mensárostól Latinovicson keresztül Berekatiék, a hatalmas nevek fordultak meg, és nekem az életem nagy élménye volt, mert én Elsős gimnazistaként ott csináltam az első riportot a negyedikes segítő kolléganővel a, a iskolai újságba és hát természetesen mi latinovicssal akartunk beszélgetni. Hát sikerült is. Rendkívüli meghatározó élmény volt. De hogy, hogy nyilván ezek a... Tehát nem így jönnek ma már le ezek az ünnepek, de az, hogy az, hogy embereket meghívunk, hogy együtt vagyunk, hogy, hogy közösségbe ünnepeljük meg, hogy ez a valahova tartozás, legyen ez egy táncház. Annak a táncháznak az ott, mondjuk most a művelődési házban érint körülbelül száz embert, akik rendszeresen egy valamit szeretnek, valamiért együtt vannak. Ugyanaz a fajta együvé tartozás létezik bennük, mint ahogy láttuk most a koronavírus ideje alatt, hogy ugye volt egy fél év, amikor egyáltalán nem tudtak próbálni a táncosok, aztán jött a nyári tábor, is egy olyan Euforikus örömmel érték meg a gyerekek, vagy a fiatalok, hogy újra együtt lehetnek, hogy ebből, ebből tényleg visszaigazolást kap az ember, hogy ezekre a közösségi együttlétekre és formákra szükségünk van. Valamit esetleg a programokról lehet tudni, vagy még tervezés alatt van. Ez hát a többi programról azért nem szívesen, amit a Petőfév kapcsán nem beszélnék, mert hogy várjuk meg azt, hogy ugye pénteken ez hivatalosan megnyíljön és elkezdődjön. De egyébként 37- keresztül ebben az évben minden héten történik majd valami. Nyilván szívesen beszámolok majd. Akkor rólam. ezt kíváncsian várjuk majd. Így van, így van, viszont ugye a, a városi központi ünnepségünk az 14-én délután 4 órakor lesz itt a március 15-én, vagy Szent István téren, bocsánat, bennem <laughs> megmaradt a március 15-én, igen. És ugye az sem egy utolsó szempont, hiszen a, város, a Dabasváros életébe ez azért is fontos, mert a Dabasváros díszpolgára, meg a Téles István díj ekkor kerül átadása, és azért ez egy meghatározó pillanat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy. Nyilván itt most a választások előtt meg a, a központi nagy ünnepségekre készülve úgy, úgy gondoltuk, hogy 14-én délután ez tökéletesen jó időpont lesz, mert 15-én mindenki menetre fog menni, meg egyéb programokra. Tehát én azt gondolom, hogy ez így, így helyén van és ennyi van. Noha eddig az volt a gyakorlatunk, hogy a napján tartjuk, de én azt gondolom, hogy ez az éves sok mindenbe változást hozott az életünkbe, nem csak az ukrá háború miatt, hanem a saját sajátos gondjaink miatt, a Covid miatt, meg minden miatt, hogy én úgy gondolom, hogy ez így méltóság teljes és szép lesz. Ja, beszélgetünk már pénteki programokról, hétfőiről, de még ha jól tudom, szombaton is van egy program. Igen, aminek mondjuk március 15 höz nem sok köze van, csak így alakult, hogy, hogy így jött össze. Pindrok Csaba érkezik majd hozzánk a Segítség megnősültem című műsorával egy kicsit eltérünk akkor ugye az ünnepi, bár, bár szerintem egy rendkívül izgalmas színészi feladat, és Péndrak Csaba egy tehetséges színész. Egy, egyedül fog a színpadon megjátszva, eljátszani gyakorlatilag nagyon sok szerepet, mert ugye a megnősülés az nem csak arról szól, hogy egy nő és egy férfi összeköti az életét, hanem akkor ugye jön vele a család, az anyós, az após, a nagymama, a nagypapa, a, nem tudom én az unokatestvérek, meg mindenki, úgyhogy én csak csigázni szeretném, hogy egy nagyon jó hangulatú, kicsit ilyen stand-upos, kicsit, kicsit monodrámás, mindenféle ö, színészi eszköt remekül társító előadásban lesz részük, akiket érdekel és szeretettel várunk is. Akkor ez egy igazi utonőnapi ajándék. Így egy van, van. szórakoztató előadás, és férfi szemmel láthatják, hogy mit élnek meg a házasságban. Így vérfiak, van, a így van, így van. Tehát nőnap alkalmából nem árt egyébként ar arra se gondolni, hogy ezt a férfiak hogy élik meg. Igen. Igen. Ö, akkor fogunk még beszélgetni ugye Petőfi évről, ugye jövő héten várhatóan már erről többet fogunk tudni, több információt, hogy Tapodi Katalina, köszönöm szépen, hogy belátogatott hozzánk, és akkor várjuk vissza majd az információkkal a Petőfi év kapcsán. Én köszönöm szépen Köszönjük a meghívást.